De hozott, örülünk, hogy ideértetek. Laci, most már ne hergel tovább őket, mert akkor nem lesz csend. Szia, szia. Csó. Örülünk, hogy befutottál, dicsőség Istennek. Salomé. Salomé, fejezzétek be. Haló. Halleluja, halleluja. Mielőtt belekezdenénk így a mai üzenetbe, azelőtt van egy-két bejelenteni való. Az egyik az, hogy a keresztények megtámadják Pécset ezen a hétvégén, és ha jól tudom a nevét, akkor van egy ilyen, nem tudom minek hívjam, mozgalom, vagy akármi, hogy Jézus Pécsért, és ha jól tudom, ez most hétvégén lesz, péntek, szombat, és lehet, hogy vasárnap is folytatják, és egy elég nagy megmozdulás történt, és az Úr nagyon megkészítette itt az utat olyan szinten, hogy örülnének, hogyha minél több helyről jönnének tesók, akik elmennének oda Pécsre bizonyságot tenni, hirdetni az evangéliumot, és ha kell imádkozni a betegekért. Hát amit lehet az utcán, nagyon sokan indulnak. Az Úr elintézte azt, hogy kapjanak ingyen buszt, és ingyen busszal lehet lemenni. Szállást is találtak jó áron, nem tudom, hogy milyen minőségű, de hogy van szállás. A kaját is állják, és hogyha valaki megy, pontosan még az indulás, nem tudom, hogy pénteken mikor van az indulás, de ez az út, hogy lemenni Pécsre, ott szolgálni, azt hiszem, hogy pénteken adnának vacsorát, és szombaton reggeli ebéd vacsora, és még hazahoznak, meg az utazás, meg a szállás, és eddig úgy volt, hogy 7000 forintba került, de aztán sikerült levigyék az árat 5000-re, és most a Jutka mondta, hogy ő úgy hallotta legutóbb, hogy 3000 forintba kerül ez az egész dolog, úgyhogy ez fantasztikus dolog. Én nagyon szívesen mentem volna, de még sajnos most van szombaton nekünk ez a házas kurzus, úgyhogy meg a lányoknak is vannak dolgaik, úgyhogy én most személyesen nem tudok menni, főleg nem két napra, de aki szeretne menni, úgy hallottam, hogy Ibolya szeretne, hogyha lesz társaság, lesz aki menjen vele, akkor szívesen mennének. Több gyülekezet van, a kitlájtosok is mennek, nem tudom, de azt hiszem, hogy a felházból is lesznek ott fiatalok, akik támogatják ezt a munkát. A mi pécsi pásztoraink is részt vesznek ebbe, és az ő gyülekezetük, úgyhogy elég nagy ez a megmozdulás, és sokan mennek. Én kicsit sajnálom, hogy ki kell hagyjuk, mert nagyon jó lenne együtt utazni, ott aludni, visszajönni, de hát ezt majd legközelebb fogjuk megvalósítani. Úgyhogy, ha valakit ez a dolog érdekel, és szeretnétek menni, akkor beszéljünk a végén, jó, hogy csak annyit kell, hogy majd az interneten van valami Google formos jelentkezési lap, és ott kell egyébként jelentkezni. Valahol felírtam, hogy a Kitlight Facebook oldalán fönt van ez a jelentkezési lap, és akkor ott lehet jelentkezni egyébként, de aki szeretne menni, nem baj, ha szóltok nekem is, hogy akkor tudjuk, hogy hányan mennek innen. Úgyhogy ez egy nagyszerű dolog. A másik, hogy június 15-16-17-én, ez egy péntek, szombat, vasárnap, tervezünk egy ilyen kis minitábort. Ilyen mennyországklubos minitábor, de tök jó lenne, hogyha sikerülne ezt így megvalósítani. Most még egyelőre szálláskeresésben vagyunk, úgyhogy ha valaki tud ebbe segíteni, akkor azt megköszönjük. Volt egy kisebb szavazás is, amin néhányan szavaztak is, aztán úgy idáig mindenki arra hajlott, hogy inkább ez a Lilafüred, Miskolc tapolca ez a rész legyen. És gyönyörű, nemrég voltunk ott a Szilvivel kettesben, és tényleg azt láttuk, hogy fantasztikus, oda érdemes lenne így lemenni egy kicsit hosszabb időre, lehet kirándulni, lehet strandolni, lehet kisvasutazni, gyönyörű arra fel a természet, van lehet vízibiciklizni, csónakázni, van ott egy nagyobb tó, vízesés, gyönyörű, tényleg nagyon szép hely, és ott együtt lenni,
És úgy terveznénk, hogy lenne napközben kirándulás, együtt leszünk, sütögetünk, azt csinálunk, amit akarunk, de szeretném azt, hogy így az Urat ne hagyjuk ki belőle, hogy reggelente mondjuk imával kezdenénk, egész nap csináljuk, amit csinálunk, és este szeretném, hogyha lennének ilyen akár beszélgetős jellegű, vagy nem, de valamilyen módon az ige mindenképpen legyen ott, akár tanítás, akár beszélünk olyan dolgokról, így az Úr dolgairól, az igéről, hogy azt minden nap szeretném, hogy legyen ilyen is, meg olyan is, úgyhogy imádság is, kirándulás is, közösség is, de Isten igéje is, úgyhogy az úgy lenne egybe jó, ez lenne most így a terv, és nagyon hálás lennék, hogy ha valaki szeretne jönni, akkor jelezzétek jó, mi hamarabb, hogy akkor tudjuk, hogy mekkora szálláshelyet nézzünk, mert nagyon hamar fogynak, úgyhogy gyorsan kéne lépjünk ez ügybe. Jó. De akkor ezt tényleg ne felejtsétek el, jó, vagy a Szilvinek, vagy nekem, de jobb, ha a Szilvinek, de nekem is szólhattak, de ő jobban nézben tartja ezeket a dolgokat, úgyhogy szóljatok, jó? Halleluja! 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 Atyám, Jézus nevébe kérlek, hogy adjál szavakat a szám megnyitásakor. Kérünk téged, Uram, hogy nyisd meg az igédet előttünk, adj nekünk kijelentést, megértést az igédből, és táplálj bennünket hozzánk illő eledellel a Jézus nevében. Amen. Amen, 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 amen. Halleluja. Halleluja. Zsoltárokból szeretnék egy zsoltárt felolvasni. A 112-es zsoltára kérlek, hogy lapozzatok el. Ez egy nagyon jó kis zsoltár. Volt idő, amikor nem akartunk házba költözni, mert annyira tetszett, hogy milyen kényelmes a lakás. Nem kell füvet nyírni, nem kell javítgatni a ház körül, nem kell építeni, elvenni, hozzátenni, hogy ez úgy tök jó. És mióta megértést adott az Úr erről az igéről, azóta kezdtem el vágyni, hogy azért jó lenne házba lakni. Úgyhogy szóljatok, hogyha ott vagytok, Zsoltárok 112, és így kezdődik, hogy boldog ember az, aki féli az Urat, és az ő parancsolataiban igen gyönyörködik. Hatalmas lesz annak magva a földön, az igazak nemzedéke megáldatik. Gazdagság és bőség lesz annak házában, s megigazoltsága mindvégig megmarad. Tehát ki az az ember, aki féli az Urat, és az ő parancsolataiban gyönyörködik? Áldott, boldog ember az, és azt mondja, hogy gazdagság és bőség lesz annak házában. Tehát lesz háza, gazdagság, és bőség lesz benne ráadásul. Amen. Ha valakinek van egy háza, ez nem föltétlen jelent áldást, de hogyha a házad mellé van gazdagság, meg van bőség, és ha akarod, akkor te nyírod le a füvet, de hogyha éppen nem akarod, vagy nincs időd rá, akkor valaki be tud ebben neked segíteni, akkor ez egy fantasztikus dolog, hogy élvezheted az előnyét, és egy áldás lehet a számodra. Az igazakra világosság fénylik a sötétben attól, aki irgalmas, kegyelmes és igaz. Mivel hogy sohasem ingadoz, örök emlékezetben lesz az igaz. Semmi rossz hírtől nem fél. Hányan vagyunk így, hogy semmi rossz hírtől nem félünk? Ez nem lenne baj, ha abba hagynád, jó? Semmi rossz hírtől nem fél, szíve erős, az Úrban bizakodó. Rendületlen az ő szíve, nem fél, míg len ellenségeire lenéz. Osztogat, adakozik a szegényeknek, megigazultsága megmarad mindvégig. Az ő szarva felemeltetik dicsőséggel. Látja ezt a gonosz, és dühöng, fogait csikorgatja, és eleped, a gonoszok kívánsága semmivé lesz. Halleluja. Dicsőség Istennek, ez egy csodálatos zsoltár, ugye? Érdemes lenne minden során elmélkedni és végigmenni, de... Halleluja. Halleluja. Kérlek, hogy a Rómaiakhoz írt levél 8. fejezetére lapozzatok el. És ismerős lesz ez az igevers, Rómaiakhoz írt levél 8. fejezet 28-as vers. És így szól, ugye, hogy tudjuk pedig, hogy azoknak, akik Istent szeretik, minden a javukra van, mint akik az ő végzése szerint hivatalosak.
Ugye sokan ismerjük ezt az igét, halleluja, és mondjuk mindig, hogy dicsőség Istennek, minden a javunkra van, minden a javunkra van, minden a javunkra van. A kérdés az, hogy valóban így van-e, hogy tényleg minden a javunkra van-e? És mindenkinek a javára van-e? Láttatok olyan embereket, akik hoznak döntéseket, és nem föltétlen az ő javukat szolgálja? Még akár lehetnek keresztények is, akik hoznak bizonyos döntéseket, és nem azt látjuk föltétlenül, hogy ez az ő javukat szolgálná. És akkor mondjuk azt, és hisszük azt, hogy ó, minden rendben lesz, az Úr szeret, mindent a javadra fordít, halleluja. De vajon igaz-e ez, hogyha ezt így, hogyha csak erről beszélünk, ez az igének csak az egyik fele, hogy minden a javunkra van. Ugye? De itt ez az ige nem így kezdődött, és nem is így folytatódott. Tehát azt mondja az ige, hogy tudjuk pedig, hogy azoknak. Tehát itt valakikről beszél, ugye? És azt szeretném, hogy nézzük meg, és ma erről szeretnék egy kicsit beszélni, hogy kik azok, akiknek minden a javukra van? Amen. Tudtok-e segíteni, hogy kik azok, akiknek minden a javukra van? Tessék, jó, bátran. Jó mondtátok. Akik Istent szeretik. Ugye azt mondja itt, hogy tudjuk pedig, hogy azoknak, akik Istent szeretik, minden a javukra van, mint akik az ő végzése szerint hivatalosak. Vajon mindenki szereti-e Istent? Vajon a Földön mindenki szereti-e Istent? De akár a gyülekezetben mindenki szereti-e Istent? Ugye szoktuk megkérdezni néha ezt, ki szereti Jézust? Mindenki keze a magasban van. De nézzük meg, hogy ő mit gondol erről. Hogy az Úr mit gondol arról, hogy ki az, aki őt szereti. Vajon érdekli-e Istent, hogy szereti-e őt valaki, vagy sem? Vajon fontos-e ez neki, hogy ki szereti, ki nem szereti? Van ennek áldása, hogyha én szeretem Istent, vagy számít-e, hogyha nem szeretem? Nem tudom, hogy szoktatok-e, vagy mennyire szoktatok őszinték lenni magatokhoz, de volt-e már valaki mérges Istenre? Ugye? Hogy azt gondoljuk, hogy nem lehet Istenre haragudni, dehogy nem. Dehogy nem. Tudjuk, hogy Isten egy jó Isten, egy szerető Isten, de vajon mindenki viszonozza az ő szeretetét? És azt is szoktuk ugye mondani, hogy nincs semmi kárhoztatásunk. De ez is egy hasonló félige, és innen szeretném, hogyha egy kicsit tovább mennénk, és most erről szeretnék beszélni, hogy mit is jelent szeretni Istent? Mit jelent szeretni Jézust? Isten igéje szerint mit jelent szeretni Jézust? Tudjátok, hogy néha az emberek mondják, hogy ó, hát nekem ilyen, meg olyan hibáim vannak, ezt meg azt nem tudom így sose jól tenni, de az Úr látja az én lelkemet, hogy én tiszta szívből szeretem az Urat. És szeretném, hogy nézzük meg egy kicsit, hogy is van ez akkor valójában. Jó? Menjünk el a János Evangélium 3. fejezetére. János Evangélium 3. fejezete. És 16-os verstől olvassuk, ugye, ami nagyon ismert igevers, a János 3.16, hogy mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Isten maga a szeretet, és ő az, aki megtette az első lépést, és ő kimutatta az ő szeretetét, úgy szerette ezt a világot, hogy az egyszülött fiát adta, hogyha valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert nem azért küldte az Isten az ő fiát a világra, hogy kárhoztassa a világot, hanem hogy üdvözüljön a világ általa. Amen. Azt mondjuk, hogy Jézus nem kárhoztat senkit, ő nem azért jött, hogy kárhoztasson. Igaz? Mert ő a szeretet, ő azért jött, hogy megmentsen, nem azért, hogy kárhoztasson. De így olvassuk tovább, hogy 18-as vers, aki hiszen ő benne, el nem kárhozik. Aki pedig nem hisz, immár elkárhozott, mivel hogy nem hitt az Isten egyszülött fiának nevében. Ez pedig a kárhoztatás, hogy a világosság e világra jött, az emberek inkább szerették a sötétséget, mint a világosságot, mert az ő cselekedeteik gonoszak voltak. Látunk-e ilyen embereket, akik inkább szeretik a sötétséget, mint a világosságot? Nem tudom, hogy gondolkodtatok ezen, Dániellel szoktunk erről beszélgetni, hogy mennyire fontos az, hogy, hogy az emberek értsék és kijelentést vegyenek arról, hogy Isten szereti őket. Nem kárhoztatja, nem elítéli,
befogadja, szereti, megbocsát, szereti. Isten szeret engem, és meggyőződésem, hogy ezt nem lehet túl hangsúlyozni, hogy erről beszélni kell, ezt hinnünk kell, ez nagyon fontos. De hányan hiszitek, hogy az egy dolog, hogy Isten szeret bennünket, de ezzel nincs vége a történetnek. Nem csak az a fontos, hogy Isten szeret bennünket, hogy Isten szeret engem, hanem hányan hiszitek, hogy az a kérdés is fontos, hogy és én szeretem-e Istent? És te szereted-e Istent? Hányan hiszitek, hogy ez is fontos? Jézus kérdezett ilyet, valaki emlékszik? Péter. Szeretsz engem, Péter? Ugye azt mondjuk, hogy Jézus Krisztus tegnap, ma és mindörökké ugyanaz. Hogyha Jézus kérdezett ilyet valakitől, hogy te szeretsz engem, akkor könnyen előfordulhat, hogy megkérdezhet ma engem is, és megkérdezhet, hogy Csaba, szeretsz engem? Ó, Uram, te tudod, hogy én szeretlek. Majd belemegyünk, ha minden jól megy ebbe is. Tehát ugye az is fontos kérdés, azon túl, hogy igen, Isten szeret bennünket. Isten odaadta az ő egyszülött fiát. Mikor még bűnösök voltunk, Isten úgy szeretett, hogy odaadta értünk az egyszülött fiát, hogyha hiszünk ő benne, akkor örök életünk legyen. De azt mondja az ige, hogy ez pedig a kárhoztatás, hogy a világosság e világra jött, és az emberek inkább szerették a sötétséget, mint a világosságot, mert az ő cselekedetei gonoszak voltak. És valaki gondolhatná azt, hogy az emberek azért nem szeretik Istent. Azért nem hisznek Istenben, mert nem ismerik igazán. És hányan tudjuk azt, hogy nagyon sok ember van, aki azt mondja, hogy hisz Istenbe, de nagyon-nagyon nem ismeri Istent. Nagyon-nagyon keveset tud róla, és az se biztos, hogy az a kevés is igaz, amit tud róla. És ha csak látnák, gondolhatja valaki, hogy ha csak megismerné valaki, ha csak látná valaki, hogy milyen is Isten valójából, akkor biztos, hogy szeretné. Vajon igaz ez az állítás? Ugye tudjuk, hogy Jézus a testélet ige, Jézus Isten maga, ő a fiú, aki megszületett testben, itt volt közöttünk, látták az emberek az ő jó cselekedeteit, és mindenki hitt benne? Mindenki szerette? Mindenki elfogadta? Érdemes megvizsgálni ezt a gondolatot, hogy tényleg, hogyha az emberek meglátják, hogy milyen jó Isten, vajon valóban mindenki hinni fog benne? És a helyzet az, hogy sajnos nem. Vannak emberek, akik látták Istent, látták az ő jóságát, és inkább szerették a sötétséget. Azt mondja, hogy mert mindenki, aki hamisan cselekszik, gyűlöli a világosságot, és nem megy a világosságra, hogy az ő cselekedetei fel ne fedessenek. Láttatok embereket, akik nem szívesen akarnak dolgaikról beszélgetni, csak ne tudjon senki semmit, mert ez így jó. Tehát még egyszer azt mondja az ige, hogy mert minden, aki hamisan cselekszik, gyűlöli a világosságot, és nem megy a világosságra, hogy az ő cselekedetei fel ne fedessenek. Aki pedig az igazságot cselekszi, az a világosságra megy, hogy az ő cselekedetei nyilvánvalóká legyenek, hogy Isten szerint való cselekedetek. Amikor valaki igazságot cselekszik, az nem bánja, hogyha kitudódik a dolog, mert az fog kiderülni, hogy az ő cselekedetei Isten szerint valók. Amen. Dicsőség Istennek. Menjünk el a János evangélium 14. fejezetére. János evangélium 14. fejezet. És csak egy pillanatra, hogy visszautaljak, nézzük meg a 6-os verstől. Tehát amikor arról beszélünk, hogy ha az emberek megismernék, meglátnák Istennek a jóságát, ha úgy mutatnánk be nekik Istent, amilyen ő valójában, hinnének benne is, és elfogadnák és szeretnék őt, nézzünk meg erre egy példát. János evangélium 14:6-tól. Mondta néki Jézus, én vagyok az út, az igazság és az élet, senki sem mehet az atyához, hanem ha én általam. Ha megismertetek volna engem, megismertétek volna az én atyámat is, és mostantól fogva ismeritek őt, és láttátok őt. Mit mondott Jézus? Ha megismertetek volna engem, megismertétek volna az atyát. De most már ismeritek őt, és
láttátok őt. Mondd a néki Fülöp, ugye az egyik apostol, az egyik tanítványa. Uram, mutasd meg nékünk az atyát, és elég nékünk. És Jézus kicsit csalódottan vissza válaszol neki, hogy mondd a néki Jézus, annyi idő óta veletek vagyok, és mégsem ismertél meg engem, Fülöp? Aki engem látott, látta az atyát. Mi módon mondod azért, te mutasd meg nékünk az atyát? Még az apostolok is, akik Jézus körül voltak, akik látták a kenyérszaporítást, a csodálatos halfogásokat, a gyógyulásokat, a szabadulásokat, és látták Isten erejét hatalmasan bemutatni, azt mondták Jézusnak, hogy Uram, mutasd meg nekünk az atyát, és ez elég nekünk. És Jézus azt mondja, hogy még mindig nem értettétek meg, hogy én és az atya egyek vagyunk, és aki engem látott, az látta az atyát. És ugye erre mondta Jézus, hogy nem hiszed, hogy én az atyában vagyok? És az atya én bennem van? A beszédeket, amelyeket én mondok néktek, nem magamtól mondom, hanem az atya, aki én bennem lakik, ő cselekszi a dolgokat. Higgyetek nékem, hogy én az atyában vagyok, és az atya én bennem van. Ha pedig nem, magukért a cselekedetekért higgyetek nékem. Bizony, bizony mondom néktek, aki hisz én bennem, az is cselekszi majd azokat a cselekedeteket, amelyeket én cselekszem, és nagyobbakat is cselekszik azoknál, mert én az én atyámhoz megyek. Halleluja! Ismerjük ezt az igét, hisszük ezt az igét, és egy kis kihívást szeretnék hozzátok intézni. Halleluja! Tudjátok, hogy amikor olvassátok az igét, vagy olvassuk az igét, vagy hallunk róla tanítást, akkor több mindent tehetünk ezzel, ugye? Először is, hogy halljuk az igét, vagy elfogadjuk, vagy nem fogadjuk el. De ha elhiszed az igét, akkor ennek vannak még mélységei. Például, ha azt mondja itt nekünk az ige, hogy azok, akik hisznek én bennem, azok is cselekszik azokat a cselekedeteket. Hallottam olyan embereket, akik azt mondják, igen, halleluja, dicsőség Istennek. Én is tudok gyógyítani, én is tudok ezt csinálni, én is tudok azt csinálni. És amikor arról beszéltem valakinek egyszer, hogy Jézus közösségben volt a atyafiakkal, a testvérekkel. Velük evett, velük utazott, velük volt, szerette őket. Úgy szerette őket, hogy ott volt velük, ott volt, közösségben volt. Én ezt nem tudom megcsinálni. Szerintetek itt mit mond az ige, hogy azokat a cselekedeteket is cselekszitek, amiket én cselekedtem? Ha tudsz vakot meggyógyítani, ha egy rákos embert meg tudsz gyógyítani, ha egy gyógyíthatatlan beteget meg tudsz gyógyítani, vajon ne tudnál csak egyszerűen vele lenni egy vacsora alatt, egy hétvégét, egy egész napot valamelyik testvéreddel eltölteni az ő nevében, vajon ezt nem tudnánk megtenni? Ő ezt megtette. Ha ő ezt megtette, mi meg tudjuk tenni? Bátorítalak, hogy ne csak az ilyen nagyon elvont, csodálatos és ilyen nagyszerű erő megnyilvánulásokra gondoljatok, amikor Jézus életére gondoltok, mert nem tudom, hogy hallottatok-e arról, hogy Jézus, biztos hallottátok, olvastátok a Bibliában, amikor Jézus azt mondta a tanítványoknak a kútnál, hogy én itt leülök, menjetek, hozzatok valami ennivalót, éhes vagyok. És azt mondja, hogy az utazástól elfáradt. Van valaki, aki el szokott fáradni? Akkor olyan vagy, mint Jézus. Ő is el szokott fáradni. Ő se egy szupermen volt, hanem ő is egy emberi testben volt, akit Isten használt. Ő is el szokott fáradni, ő is szokott néha csalódott lenni, hogy Fülöp, ennyi ideje veletek vagyok, és nem ismertél meg? Hát hol vagyok én? Hát kiknek beszélek ennyi hónapon keresztül? Nem értitek, hogy én és az atya egy vagyunk? És ők még minden... Jó, csak mutasd meg az atyát. Hogy ha Jézus meg tudott tenni egyszerű hétköznapi dolgokat, te is meg tudod tenni. Ha Jézus egyszerűen tudta az atya szeretetét közvetíteni, akkor te is meg tudod tenni. Nem csak a csodákra vagy képes, hanem mindenre vagy képes, amit Jézus megtett. Képes vagy szeretni. Képes vagy letenni az életedet a te atyád fiaiért, ahogy Jézus letette. Képes vagy menni napról napra is hirdetni az evangéliumot, ha arra van szükség. Képes vagy a kezedet rátenni a betegekre, és azok meggyógyulnak. Képes vagy halottakat támasztani. Képes vagy a vizen járni. Amiket ő megtett, azokat mi is megcselekedhetjük, sőt, azoknál nagyobb dolgokat is cselekszünk. Amen. Halleluja. Ne felejtsd el, hogy nem csak a nagy látványos csoda dolgokat tudod megtenni, hanem az egyszerű hétköznapi dolgokat is. És tudjátok, hogy ilyen nagy események nem minden nap történnek az emberrel.
Lehetnek ilyen időszakaid, amikor rendszeresen történnek csodák veled, de legyünk őszinték, nem mindenkivel van ez így mindenkor. És hányan hiszitek, hogy attól még mindig keresztények maradunk? Amikor éppen nem kell senki, imádkozunk, mert a halálán van. Nem kell rohanni senkihez, mert baleset érte is meghalt, hogy imádkozzunk, hogy feltámadjon, attól még mindig keresztény maradsz. Amikor a dolgok rendben vannak a családodban, vagy amikor nincsen semmilyen nagy esemény, nincsen nagy evangelizáció, nincsen nagy semmi a gyülekezetben, akkor is az a dolgunk, hogy szeressük egymást. Hogy képviseljük az Úr Jézus Krisztust. Amen. És a jó hír az, hogy igenis meg tudjuk tenni. És senki nem mondja nekünk azt, hogyha Jézus megtette, hogy én azt nem tudom megtenni. Igen, mert ő Jézus volt. Tudjuk, hogy ő nem Istenként volt itt a Földön, hanem emberként magát megüresítette, szolgai formát vett fel, emberekhez hasonlóvá lett, és úgy tett itt mindent. És azt mondta, hogy én megtettem, most ti jöttök. Meg tudjátok csinálni, megmutattam, hogy kell. Amen. Elhisszük ezt? Többé-kevésbé. Halleluja. Nem baj, a hit hallásból van, a hallás Isten igéje által. Hallod, és el fogod hinni. Hányan tudtok bizonyságot tenni, hogy már tettetek olyan dolgokat, mint Jézus? Nem arra gondolok, hogy Jézus is evett, meg ő is aludt. Lehet, hogy ezeket mind tettük. Ittak, ivott, evett, aludt, még bort is ivott. Ha ezeket megtetted, akkor már te is tettél olyan dolgokat, mint Jézus. De igenis, tudunk olyan dolgokat is tenni, amit senki más nem tett, csak Jézus, ugye, hogy gyógyította a betegeket, és csodálatos dolgokat tett, és ördögöket űzött ki, és ilyeneket is tudunk tenni. Halleluja, és fogunk is. Halleluja. Ha csak egyet lapozunk a 14. fejezetnek a 21-es versére. Azt mondja itt Jézus, hogy aki ismeri az én parancsolataimat, és megtartja azokat, az szeret engem. Miről beszéltünk? Hogy mit jelent az, hogy Istent szeretni? Mit jelent az, hogy Jézust szeretem? Nézzük meg. Aki ismeri az én parancsolataimat, és megtartja azokat, az szeret engem. Ki szereti őt? Aki ismeri az ő parancsolatait, és megtartja. Azt szereti Jézust, aki felteszi a kezét, amikor megkérdezik, hogy ki szereti Jézust? Jó, hogy felteszem a kezemet. Ez nagyszerű. De ha csak ennyi, amit teszek, vagy esetleg elmegyek egy istentiszteletre, és amikor megkérdezik, felteszem a kezemet, vajon ez azt jelenti, hogy én tényleg szeretem őt? Jézus azt mondta, hogy aki ismeri az én parancsolataimat, és megtartja azokat, az szeret engem. Aki pedig engem szeret, azt szereti az én atyám, én is szeretem azt, és kijelentem magamat annak. Nagyon tetszik, ahogy a bővített fordításban van ez, hogy azt szereti az én atyám, az azt mondja a bővített fordítás szerint, hogy az szeretve lesz az atyától, hogy így folyamatosan érezni fogja Istennek a szeretetét. Ki szeretné ezt? Hogy folyamatosan érezd, hogy Isten szeret téged. Ugye erről beszélünk, hogy Isten szeret minket. Halleluja. A jó hír Istennel, hogy ő jótevő a gonoszokkal és a háládatlanokkal is. Ha valaki azt hiszi, hogy ez meg az történt velem, mert Isten engem ennyire szeret, halleluja, igen, Isten annyira szeret téged. De ez még nem jelenti azt, hogy te is szereted őt. És ez egy nagyon jó kérdés, hogy én szeretem-e őt? Ki az, aki szereti őt? Aki ismeri az ő parancsolatait, és megtartja. Hát, ha őszinték akarunk lenni magunkhoz, ki az, aki nem ismeri, hogy mi az ő parancsolata? Van-e olyan itt közöttünk, aki nem ismeri, hogy mi az ő parancsolata? Szerintem mindenki közöttünk ismeri, hogy mi az ő parancsolata. Új parancsolatot adok néktek, ugye? Hogy egymást szeressétek, ahogy én szerettelek titeket. Na úgy szeressétek ti is egymást. Erről ismeri meg mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok. Ha, milyen érdekes, hogy így mondja Jézus, erről ismeri meg mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, ha egymást szeretni fogjátok. Nem arról, hogy mert egymást szeretni fogjátok, hanem ha. Ugyanis nem tudom, észrevettétek-e, hogy erről sokkal könnyebb beszélni, mint megcselekedni.
Valaki észrevette, hogy olyan könnyű erről beszélni, szeressük egymást, halleluja, igen. De beszél arról a Biblia, hogy ha csak azokat szeretitek, akik titeket szeretnek, mitől vagytok különbek a vámszedőktől? Vagy a világtól, mondhatnánk. Ők is szeretik azokat, akik őket szeretik. Ha mi csak azokat szeretjük, akik minket szeretnek, akkor azt mondja az ige, hogy hát ez... Nem ez az a fajta szeretet, amiről Jézus beszél. Tudjátok, amikor Jézus nem fogadták be egy faluba, mert Jeruzsálembe ment, és ők nem szerették a zsidókat, és nem fogadták be, akkor mikor odafordultak a tanítványok, hogy mester, akarod, hogy mind illés, hogy leszólítsuk a tüzet, és emelsz-e meg ezeket a pogányokat, hadd tanulják meg, hogy élő Isten, ilyet nem lehet velünk csinálni. És Jézus odafordult hozzájuk, és azt mondta, hogy hát nem tudjátok, hogy minémű szellem van bennetek? Nagyon tetszett vasárnap, ahogy szolgált a nagy gyülekezetbe a Dömök Laci. Így fogalmazta meg ő a saját szavaival, hogy mikor ő került ilyen helyzetbe, mondták neki, hogy hát akkor most majd valaki majd jól bosszút áll érte, és mondta, hogy mi nem abban a csapatban vagyunk. Mi nem abban a csapatban játszunk már. Hogy mi egy másik csapatban vagyunk. Ezt mondta Jézus is, hogy nem tudjátok, hogy minémű szellem van bennetek? Bennetek már nem a világnak a szelleme van, hanem bennetek Istennek a szelleme van, a szeretetnek a szelleme, a józanságnak, az erőnek, szeretetnek és a józanságnak a szelleme van bennünk. Úgyhogy nagyon tetszik ez, és magamnak is tudatosít, magamban is tudatosítanom kell, hogy én már nem abban a csapatban játszok. Halleluja! Akik a gonoszra gonosszal válaszolnak. Én már nem ebben a csapatban játszok, ugye? Szóval a szeretetről beszélni nagyon könnyű, nagyon egyszerű, nagyon érthető, világos, de szeretni Istent nem elég. Szeretni Istent nem csupán azt jelenti, hogy tudom, hogy mi az ő parancsolata. Ugye mondja a Biblia, hogy a hit cselekedetek nélkül halott. Jó, hogy tudjuk, hogy mi az ő akarata, és most jön a következő lépés, és megcselekszi. Aki ismeri az én parancsolataimat, és megtartja azokat, az szeret engem. Amen. Szoktad-e megvizsgálni magadat ilyen szempontból, hogy mennyire tartom meg az ő parancsolatát? Ugye azt mondja az ige, hogy úgy éljetek, mint akit a szabadság törvénye fog megítélni, ugye? Szabadok vagyunk, nem vagyunk törvény alatt, bármit megtehetünk, de nem minden használ. Mindent lehet nekünk, csak nem minden használ. Gondolkodtatok-e azon, hogy azt mondja ugye az ige, hogy a szabadság törvénye meg fog ítélni. Hogy fog megítélni bennünket? Hát úgy visszatekintünk. Na nézzük csak, tegnap például. Szeretetben jártam-e én? És akkor lehet, hogy én azt mondom, hogy hát igen. És mi volt délbe? Miért mi volt délbe? Hát tudod, amikor a boltba sorba álltál és... valaki elé befurakodtál, vagy nem tudom, csak mondok valamit, hogy amikor így előjön, és Isten mércével leszünk megmérve. Szokták mondani, hogy amikor a férjet vagy a feleséget megkérdezik, hogy jó férj vagy-e, vagy jó feleség vagy-e, mindegy, hogy te mit mondasz, kérdezzük meg a párodat. Hogy ő mit mond rólad, hogy te valóban jó férj vagy? Vagy ha feleség vagy, kérdezzük meg a férjedet, hogy ő valóban jó feleség? Hányan... örülnétek, amikor megkérdeznénk a párodat, hogy ő mit gondol arra, hogy mennyire vagyunk mi jó férj vagy jó feleség? Lehet, hogy egy kicsit különbözne a két eredmény, amit én gondolok magamról, vagy amit mondjuk a feleségem gondol rólam. Lehet, hogy ő sokkal jobbnak gondol. Nem, nem biztos. De lehet. Úgyhogy gondolkodjunk már azon egy kicsit, hogy ne álljunk meg azon a szinten, hogy beszélünk róla. Nagyon jó, beszélünk róla. Ha a hitünk innen fakad, de hogy mit ültetünk át ebből a gyakorlatba, és mondom, nagyon-nagyon, ha valaki nem hallgatta a vasárnapi Isten tiszteletet, hallgassátok meg. Nagyon-nagyon jó volt. Több példát mondott el, amikor így szeretetben maradt, ami nem tetszett neki, és nem fizetett vissza a gonosszal, és eltelt egy-két-három év is, és fordult a kocka, és Isten valóban a javára fordította a dolgokat, és valóban az előnyére lett sok minden, ami akkor nem tűnt túl örvendetesnek. És dicsőség Istennek, hogy a szeretet az soha nem val kudarcot. Amen. És tudjátok, hogy mi a jó hír? Hogy Isten kitöltötte az ő szeretetét belénk. És Istennek a szeretete bennünk van. Nem kell igazán erőlködjünk, hogy mi nagyon szeretetben járjunk. Egy dolgot kell tegyünk, hogy megengedjük Istennek, hogy megnyilvánuljon rajtunk keresztül.
Ugye, amikor mondjuk, hogy Uram, itt vagyok, használj engem, amit akarsz, Uram, cselekedjél. A helyzet az, hogy a szeretet ott van bennünk. És mondja az ige, hogy az elménket újítsuk meg, mert hogy sokszor jön az a gondolati minta, ami eddig bennünk munkálkodott, hogyha valaki így viselkedett, na jó, akkor majd én is megmutatom neki. De ez az ó természetünk, és nekünk ezt le kell vetközni, és fel kell öltözzük az új embert, aki szeretetben jár, ugye? Nézzük még egy kicsit tovább. Tehát aki ismeri az én parancsolataimat és megtartja azokat, az szeret engem, aki pedig engem szeret, az szeretve lesz az én atyámtól. Én is szeretem azt, és kijelentem magamat annak. Engedjétek meg, hogy ezt a részt is olvassam fel, hogyha megtalálom itt a bővített fordításból. Ha megvan nekem ez. Nincsen, úgyhogy be kell érjétek azzal, ahogyan emlékszem. Ez a kijelentem magamat neki, az a bővített fordítás szerint valahogy így van, ahogy emlékszem, hogy valóságossá teszem magam neki. Megengedem, hogy tisztán lásson. Ki az, aki örülne annak, hogyha Jézus még valóságosabb lenne, mint amilyen valóságos most? Észrevettétek-e, hogy ez nem egy állandó dolog, hogy mindig ugyanolyan valóságos nekünk Jézus, hanem néha van olyan, amikor úgy érzed, hogy nincs is ott. Pedig tudjuk, hogy ő soha nem megy sehova. Ő belénk költözött, és ő mindig velünk van, de vannak olyan pillanatok, akár napok vagy hetek, amikor úgy érezheted, hogy egyedül vagy, pedig nem vagy egyedül. Ugye? De azt mondja az ige, hogy aki ismeri az én parancsolataimat, és megtartja azokat, az szeret engem, és aki engem szeret, az szeretve lesz az atyától. Én is szeretem azt, és kijelentem magam annak, felfedem magam annak, valóságossá teszem magam annak, és megengedem, hogy tisztán lásson. Amen. Sokan törekszünk arra, hogy kijelentéseket kapjunk az Úrtól, és egyszerűen csak annyit kell tegyünk, hogy tartsuk meg az ő parancsolatát. Egyszerűen szeressük egymást, és tudjátok, mi lesz ennek a következménye? Hogy Isten elkezd valóságosabb, és még valóságosabb lenni, és eljuthatsz egy olyan pontra, amikor Isten valóságosabb annál, mint aki melletted ül. Valóságosabb a férjednél, a feleségednél. Ott van veled mindig, és tud szólni hozzá, és ő válaszol, és te meghallod, amit ő mond. Igenis tud valóságos lenni Jézus a számodra. Sokkal valóságosabb, mint bármelyik földi ember itt, aki itt van. Ő soha nem fárad el, ő soha nem mondja, hogy nem érek rá, most ne kérdezz, most nem tudok veled foglalkozni, mert Isten hatalmas, erőteljes. És tudjátok, hogy milyen? Tehát tudjátok, vannak a számítógépek, és vannak most már ilyen, Norbi lehet, hogy tud nekem segíteni, hogy van-e ennél is, amit én tudok, ezek a nagyon ilyen octa-core számítógépek, aminek ilyen 8 magos, nem tudom, hogy van-e olyan, ami sokkal több, mint 8 magos. 8 magos most a legtöbb, amiről tudunk. 8 magos számítógép, ami nagyjából azt jelenti, hogy egyszerre nem csak egy vagy két dologgal tud foglalkozni, hanem ezeken a vannak ezek a magok azon belül, még ilyen külön szálakra tudja bontani az erőforrásait, és egyszerre egy csomó mindent tud csinálni, tehát egyszerre nem csak 8 dolgot, hanem sokkal több dolgot is tud egyszerre csinálni a számítógép, anélkül, hogy leterhelődne, és anélkül, hogy beszólna, vagy megnyekkenne. Képzeljétek el, Istennek milyen ereje van, hogy egyszerre pár milliárd emberre oda tud figyelni, és még mellette az angyalokra, meg még azokra, akik a mennyben vannak, és ott vannak páran, és mindenkire, aki itt van a földön, egyszerre, és nem fárad el, és nem esik szét, és nem kell aludjon, és nem kell szunnyadjon, mert Isten ilyen hatalmas, erőteljes. És bármikor dönthetsz úgy, hogy Isten valóságosabb lesz a számodra. Amen. Halleluja. Mondanék ki Júdás, nem az Iskarióti. Uram, mi dolog, hogy nékünk jelentett ki magadat, és nem a világnak? Felele Jézus, és mondanék ki, ha valaki szeret engem, vajon Istent érdekli-e, hogy ki szereti őt? Jézust vajon érdekli-e, hogy valaki szereti őt, vagy nem szereti? Azt mondja, hogy ha valaki szeret engem, megtartja az én beszédeimet. És az én atyám szereti azt, és ahhoz megyünk, és benne lakozást veszünk. Aki nem szeret engem, nem tartja meg az én beszédemet. És az a beszéd, amelyet hallotok, nem az enyém, hanem az atyája, aki küldött engem. Tehát mit mond, aki nem szeret engem, az nem tartja meg az én beszédemet. Nem tudom, hogy észrevette, de hogyha például, ha valaki házasságban él, és
tisztelettel, szeretettel kér valamit az ő párjától, és elmagyarázza neki, hogy ez nekem nagyon fontos, és szeretném, hogy segíts ebbe, szeretném, hogy itt legyél, vagy bármi, ami nekem nagyon fontos, és a másik nem törődik vele. Ez milyen üzenetet közvetít? Mondjuk egy feleségnek, aki megkéri, hogy ezen a napon számítok rád, a gyerekünknek ilyen meg olyan eseménye lesz, és szeretném, hogy ott legyél. Ez egy nagyon jó dolog lenne, megígéred, de nem vagy ott. Ez mit közvetít a feleségnek? Hogy mennyire szereted? Hogy ő milyen fontos a számodra? Hányan hiszitek, hogy nyugodtan mondhatod, miután találkozol utána a feleségeddel, hogy nem voltál ott ezen az eseményen, és este hazakeveredsz valamikor, mondhatod neki, hogy drágám, szeretlek. Hányan hiszitek, hogy ez nem fog felérni azzal, mint hogy ott legyél, akkor, amikor ott kellett volna, hogy legyél? Hiszitek? Hogy ez a szó a szádból, hogy szeretlek, nem fog olyan erővel hatni, mint ha akkor mondanád, amikor ott vagy. Hogy ő számít rád, elmész, ott vagy, és azt mondod, hogy szeretlek. Ha ilyenkor mondod, még el is hiszi. Hogyha nem teszed meg azt, amire ő megkér téged, ha nem fontos neked az, ami ő neki fontos, akkor ez azt az üzenetet közvetíti, hogy nem szereted. Mondhatod a száddal, hogy mennyire szereted, de ha nem, ezt cselekszed. Azt az üzenetet fogja közvetíteni, hogy nem szereted. Hallottátok már ezt a mondást, hogy olyan hangosak a cselekedeteid, hogy nem hallom, hogy mit mondasz a száddal. Hallottátok már ezt? Hogy mindegy, hogy mit mondok én a számmal, ha a cselekedeteim nem ezt követik, és nem ezt támasszák alá, amit én a számmal kimondok, akkor a legtöbbször többet nyom alatba az, hogy mit teszek, mint hogy mit mondok. Egy másik mondás, amit így hallottam, hogy amikor valaki beszél valamiről, az megmutatja, hogy hova szeretne eljutni, a cselekedetei pedig megmutatják azt, hogy hol tart most. Amikor beszélünk valamiről, hogy én ezt szeretném, én azt szeretném, én ilyen szeretnék lenni, olyan szeretnék lenni, ez azt mutatja meg, hogy hova szeretnék eljutni. De ha valaki megnézi a cselekedeteimet, akkor megtudja, hogy hol tartok most. Amen. Dicsőség Istennek. Tehát az, hogy mit mondunk, az jó és fontos, és nagyon jó, hogyha kimondjuk a jó dolgokat a szánkkal, és ami még jobb, hogyha a szavaink emberei vagyunk. Tehát még egyszer, aki nem szeret engem, nem tartja meg az én beszédeimet, és az a beszéd, amelyet hallotok, nem az enyém, hanem az atyája, aki küldött engem. Tegyétek be ide, ha tudjátok, egy könyvjelzőt, vagy az újatokat, vagy valamit, és menjünk el a Zsoltárok könyvére. Azt hiszem, hogy a 15. Zsoltárra szeretném, hogy ellapozzunk. Ez is egy nagyszerű Zsoltár. A 15. És olvassuk el az egészet, de egy sort szeretnék kiemelni belőle. És így szól, hogy Uram, kicsoda tartózkodhat sátorodban, kicsoda lakozhat szent hegyeden. Aki tökéletességben jár, igazságot cselekszik, és igazat szól az ő szívében. Nem rágalmaz nyelvével, nem tesz rosszat fele barátjának, és nem szerez gyalázatot rokonainak. Akinek az alávaló utálatos a szemében, de tiszteli az Urat félőket. Esküjét meg nem változtatja, ha kárt val is. Pénzét nem adja uzsorára, és nem fogad el ajándékot az ártatlan ellen. Aki ezeket cselekszi, nem rendül meg soha örökké. Halleluja! Hiszitek-e azt, hogy Isten szeretné, hogy olyan emberek legyünk, hogy amit mi kimondunk, azt a másikok nyugodtan vehessék készpénznek. Én sajnálom, be kell valljam töredelmesen, hogy nekem van mit fejlődjek ezen a területen. Akik ismertek, tudjátok, hogy szoktam mondani nektek, hogyha megígérek valamit, akkor én azon vagyok, hogy ezt megtegyem, de nem haragszok, ha eszembe juttatod. Ugye? Fölhívsz aznap reggel, vagy szólsz, vagy rám kérdezel. Én nem haragszok ezért, mert lehet, hogy kimegy a fejemből, és nem szándékosan nem akarom megtenni azt, amit megígértem, csak nem baj, ha emlékeztettek. Azt hiszem, hogy sürgősen fejlődnem kell ezen a területen, hogyha mondok valamit, akkor
akkor azt el lehessen úgy könyvelni, hogy oké, akkor ez meg lesz, ez biztos, hogy meg lesz. Nem kell aggódjak, hogy vajon eszébe jut, vagy nem, vagy elfelejti, vagy nem, vagy mennyi dolga van, vagy nem, hanem hogyha én ígértem valamit, akkor lehessen rá számítani. Ugye tudjátok, hogy Isten is ilyen, ha ő mond valamit, számíthatunk rá, hogy ő megteszi az ő részét is. Ha mi olyanok akarunk lenni, mint ő, valakinek a bokája gyógyul, dicsőség Istennek, akkor ebben is egy kicsit fejlődnünk kell hozzá. Amikor kimondunk valamit, és meggondoljuk magunkat, és mégse tesszük meg. Emlékeztek, amikor Jézus kérdezte, hogy volt egy embernek két fia, és az ember megkérte az egyiket, hogy fiam, menj ki a szőlőmbe, és dolgozzál a szőlőmben ma. És mit mondott neki az egyik fia? Nem megyek. Oda ment az apja a másik fiához. Fiam, menj ki és dolgozzál ma a szőlőmbe. Ó, igen, apám, megyek, én megyek, uram, én megyek. És azt mondja Jézus, hogy az első, aki azt mondta, hogy nem megy, végül meggondolta magát és elment. De a másik, aki azt mondta, hogy nem, hogy én igen, uram, én elmegyek, végül ő is meggondolta magát, és nem ment el. Mit gondoltok azért? Melyik fiú cselekedte az atya akaratát? És ugye mondta Jézusnak az, akinek mesélte, hogy hát az, aki elment. Erről beszélünk ma, ugye? Ki az, aki szereti Istent? Aki ismeri az ő parancsolatait, és megtartja. Tehát még egyszer, nagyon fontos, ivódjon bele a szívünk legmélyébe, hogy Isten szeret bennünket. És ez nagyon fontos, nem tudjuk ezt túl hangsúlyozni. De ugyanilyen fontos az is, hogy mi hogyan reagálunk erre a szeretetre. Hogy mi megnyitjuk-e a szívünket erre a szeretetre, és viszonozzuk-e felé ezt a szeretetet, és mi is szeretjük-e őt, vagy csak élvezzük azt, amíg ő szeret bennünket, de amikor ezt viszonozni kellene, akkor nem vagyunk sehol. És nem tudom, hogy látjátok, hogy a világnak ez a problémája, hogy nem viszonozzák Istennel az ő szeretetét. Imádkozunk emberekért, Isten megment embereket, a tudtukon kívül nem is tudják, hogy Isten mentette meg, de volt egy autóbaleset, és nem haltak meg, és nem lett komoly bajuk, aztán még egy, és akkor sem, és akkor ilyen dologból, meg olyan dologból kimenti az Úr, meg ebből, meg abból kimenti, és nem értik, és nem veszik észre, hogy Istennek a szeretete nyúl ki újra, és újra, és újra értük, és hányan tudjátok, hogy hosszan tűr Isten, de a döntés akkor is a mi kezünkben van. Mit olvastunk, hogy úgy szerette Isten ezt a világot, hogy az ő egy szülött fiát adta, hogy ha valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. De azt is olvastuk, hogy az a kárhoztatás, hogy ugye a világosság eljött a világba, és az emberek inkább szerették a sötétséget, és nem mentek a világosságra, és nem hittek a világosságban, mert hogy az ő cselekedeteik gonoszak voltak. Hányan vagyunk úgy, akik akarunk a világosságra menni, akik akarjuk viszonozni ezt a szeretetet, akik úgy vagyunk vele, hogy és most el fogunk lapozni az 1 Jánosra. 1 János első nem Péter, János pillanat, mindjárt megtalálom, hogy Egy János 4-re. És nézzük a 7-es verstől. Azt mondja itt az ige, hogy szeretteim, szeressük egymást, mert a szeretet Istentől van, és mindaz, aki szeret, az Istentől született, és ismeri az Istent. Aki nem szeret, nem ismerte meg az Istent, mert az Isten szeretet. Azáltal lett nyilvánvalóvá az Isten szeretete bennünk, hogy az ő egyszülött fiát elküldte az Isten a világba, hogy éljünk általa. Nem abban van a szeretet, hogy mi szerettük az Istent, hanem hogy ő szeretett minket, és elküldte az ő fiát engesztelő áldozatul a mi bűneinkért. Szeretteim, ha így szeretett minket Isten, nekünk is szeretnünk kell egymást. Amen. Mit mond Isten, hogy nem az a szeretet, hogy én szerettem Istent. Nem én vagyok az első, aki úgy döntöttem, hogy ó, látom itt Istent, és hát én elkezdem szeretni, hanem ő szeretett bennünket előbb. Ő hajolt le hozzánk, ő küldte el az egyszülött fiát, hogy éljünk általa, de ha így szeretett minket, nekünk is szeretnünk kell egymást, ugye? Ugyanitt a 4. fejezet 16-os verstől kérlek, hogy olvassuk tovább.
és mi megismertük, és elhittük az Istennek irántunk való szeretetét. Halleluja! Van, aki már megismerte, hogy Isten szereti őt? Isten szeret engem? Isten szeret téged? Találkoztam már az ő szeretetével? Ó, Uram, köszönöm, hogy szeretsz. Hol lennénk az ő szeretete nélkül? Dicsőség Istennek, és mi megismertük. Tudjátok, hogy vannak, akik nem ismerték meg. Ugye, ami Istenben láthatatlan, tudnillik az ő örökkévaló hatalma és istensége. Ugye azt mondja a Biblia, hogy az ő teremtményeiből tisztán átlátható. De voltak emberek, akik az ő okoskodásaikba balgataggá lettek, és az ő szívük megsötétedett. És nem ismerték fel Istent, hanem okoskodni kezdtek. Nekik nem ugyanaz lett az a végük, mint azoknak, akik Isten szeretetére szeretettel viszonyultak. Az Isten szeretet. És aki a szeretetben marad, Istenben marad, és Isten is ő benne. Azzal lett teljesi a szeretet közöttünk, hogy bizodalmunk van az ítélet napjához, mert amint ő van, úgy vagyunk mi is a világban. Nem mozgasd, légy szíves, jó? A szeretetben nincs félelem, sőt, a teljes szeretet kiűzi a félelmet, mert a félelem gyötrelemmel jár, aki pedig fél, nem lett teljesi a szeretetben. Szokott-e megkísérteni minket a félelem? Van-e, hogy ettől félünk, meg attól félünk, meg amattól félünk? Tudod, hogy miért van bennünk ez a félelem? Hogy a szeretet lehet, hogy nem lett teljessé bennünk. Lehet, hogy tudunk növekedni még a szeretetben. Tudod, amikor valaki szeretetben jár, nem tudnak ártani neki. Mindegy, hogy mit tesznek vele, mert Isten mindent a javára, az előnyére fordít annak, aki szereti őt. Amen. Nem mindenkinek fordít Isten mindent a javára, köszönöm szépen, hanem azoknak fordít Isten a javára mindent, akik szeretik őt. Mindenki szereti őt? De jó lenne, ugye? De jó lenne, ha legalább a gyülekezetből mindenki szeretné őt. De tudod, amikor végignézel a gyülekezeten, és megnézed azokat az embereket, akiket ismersz, és esetleg azt látod, hogy hát... Mindenki az úton van, ugye? És mindenki halad valahol, és mindannyian valahol tartunk, mindannyiunknak vannak erényei, és vannak jó tulajdonságaink, és mindannyiunknak vannak olyan dolgaink, amiket le kell vetközzünk. Ugye? És azt mondja az ige, hogy az elménket is meg kell újítanunk, le kell vetközzük az óembert, és az újat fel kell öltözzük. És nem mindenki van ugyanazon a szinten, ezért egymást nem kell ítélgessük, és nem kell bíráljuk egymást. De hogyha nem látjuk ezt a szeretetet, nem érezzük ezt a szeretetet, akkor elgondolkodhatunk egy kicsit, ugye? Szóval a félelem, hogyha a szeretetben növekszel, és ha Isten szemével nézed azokat a helyzeteket, akkor az a félelem az meg fog szűnni az életedből. Nem lesz mitől féljél, mert a szeretet kiűzi a félelmet. Amikor tele van a szíved az Úrral, a szeretettel, nem marad hely a félelemnek. Tudjátok, milyen jó félelem nélkül élni? Fantasztikus. Amikor úgy hajtod a párnára este a fejedet, hogy nem félsz attól, hogy mi lesz holnap, nem félsz attól, hogy mi lesz azzal, amit már idáig megszereztél, mikor fogod elveszíteni, nem félsz, hogy mi lesz a gyerekeddel, mi lesz a férjeddel, mi lesz a feleségeddel, hanem nyugodt vagy, békességben vagy, szeretetben vagy, és a szeretet kiűzi a félelmet. Halleluja! Mi szeressük őt, mert ő előbb szeretett minket. Halleluja! Az ige buzdít bennünket arra, hogy szeressük Istent. Tudjátok, amikor Jézust megkérdezték, hogy Mester, melyik a nagy parancsolat? Melyik a parancsolatok közül az első? Segítsetek, mit mondott Jézus? Kicsit bátrabban, tudjátok ezt, jól mondtátok. Szeresd az Urat. Amen. A második ugye hasonlatos. Igen. Jézus egyből tisztává tette, hogy ez az első, hogy szeresd Istent. Vannak, akik azt gondolják, hogy meg erről beszélnek, hogy ez nem fontos. Nem fontos szeretnünk Istent, mert a mi szeretetünk az ingadozik. Egyik nap szeretem, másik nap nem szeretem. Egyik nap szeretem, másik nap kevésbé szeretem.
Oké, ez lehet így. Lehet, hogy egyik nap jobban cselekszem az ő akaratát, mint másik nap. De nem tehetjük ezt teljesen félre. Isten nem közömbös ezzel kapcsolatban, hogy te szereted-e őt, vagy nem szereted. Valaki hallotta, hogy a szellem, aki bennünk van, féltőn vágyakozik utánunk? Mondja a Biblia azt, hogy Isten nagyon nem szereti a bálványimádást, a varázslást. Miért? Mert a szívedet elfordítja olyan a számára, mint a házasságtörés, mint a paráznaság. Amikor szereted a feleségedet, szereted a párodat, és vannak olyan része is, és vannak olyan dolgok, amit csak veled tesz meg, ugye? Mert te vagy az ő párja, intim dolgokról beszélünk. És amikor a párod hűtlenné válik hozzád, és valaki mással is megoszta azt, ami csak a tiéd volt, ez összetöri az embernek a szívét. Mit gondoltok, Isten hogyan érzi magát akkor, amikor én mondjuk esetleg hűtlenné válok? És már nem csak őrá tekintek, hogy ő az én mindenem, hanem elkezd ez is a mindenem lenni, meg egy kicsit az is a mindenem lenni, meg sok minden kezd a mindenem lenni. Más dolgokat, elkezdek bálványokat felállítani, és azon gondolkodtam régen, hogy hát nekünk már nincsenek bálványaink. Mi már nem szobrozunk, meg nincs ez, meg nincs az, meg nincs amaz. De mi a bálvány? Amire úgy tekintünk, hogy ez lehet egy hobbi a bálványa valakinek. Lehet a saját tested, lehet a bálványod, hogy te így akarsz kinézni, és ez mindennél fontosabb a számodra, és még Istennél is lehet fontosabb a számodra. És inkább elmész egy héten ötször edzeni, mint hogy elmennél egyszer Isten tiszteletre egy héten, és akkor azt mondjuk, hogy nincsenek bálványok manapság. Vagy éjjel-nappal csak dolgozol. És azt mondjuk, hogy nincsenek bálványok. Amit Isten elé helyezel, ami fontosabb a számodra, mint Isten, az lehet egy bálvány. És Isten ezt úgy tekinti, mint amikor egy férj és egy feleség esetében valaki más személy belép a képbe, és olyan területen egyesülnek, olyan dolgokat tesz meg az illető azzal az idegennel, aki nem az ő házastársa, amit csak a házastársával kellene. És ez összetöri a szíveket, és Isten szívét is összetöri, amikor mi az ő szeretetére nem szeretettel viszonyulunk, amikor más dolgokat helyezünk elő. Mit mondott az Úr? Hogy ne aggodalmaskodjatok, ugye, hogy mit esztek, mit isztok, mivel ruházkodtok, csak keressétek először Isten országát és az ő igazságát, és ezek mind megadatnak néktek. És mégis, hányan vagyunk úgy, hogy jó, igen, tudjuk, de... És akkor, na lássuk, mit tudunk tenni. Valóban első-e az Úr az életünkben, vagy nem? Ezt mi tudjuk, ugye, magunknak. De higgyétek el, hogy nagyon sok keresztény, aki például anyagi gondokkal küzd, érdemes lenne megvizsgálnia magát ezen a területen. Honnan tudjuk, hogy az Úr az első, ez egy másik lecke lenne, ebben most nem menjünk bele. Ugye ott tartunk, hogy... Mit jelent az, hogy szeretni Istent? Mit jelent az, hogy szeretni Jézust? Segítsetek, hogy mit tanultunk ma? Aki ismeri? Az szeret engem, ugye? Tehát Jézus azt mondta, hogy aki ismeri az én parancsolataimat, és megtartja azokat, az szeret engem. Aki nem tartja meg az én parancsolataimat, az nem szeret engem. Nagyon durva ezt hallani, ugye? De én is megkaptam a feleségemtől régebben, hogy hiába mondom, hogy szeretem őt, amikor nem teszem ezt, vagy nem teszem azt, vagy nem teszem amazt, akkor a cselekedeteim nem azt sugallják, hogy én őt mennyire szeretem, és ilyenkor mindegy, hogy mit mondok a számmal. És sajnos ugyanez a helyzet igaz Istenre is, hogy ha én csak a számmal szeretem őt, nem tudom pontosan, hol van az igébe, de van egy ilyen igerész, hogy az emberek számára az Istenfélelem csak ilyen betanított szokás, a szájukkal közelednek hozzám, de a szívük távol van tőlem. Hogy vannak ilyenek, akik a szájukkal mondják, úgy tesznek minden, csak nincs mögötte semmi. És hát nem az, amire Isten gondolt. Tehát mit mondott? Hogy mi szeressük őt, mert ő előbb szeretett minket. Ha azt mondja valaki, hogy szeretem Istent, ugye ez az 1 János 4:20-21, ha azt mondja valaki, hogy szeretem Istent, és gyűlöli a maga atya fiát, hazug az.
Mert aki nem szereti a maga atya fiát, akit lát, hogyan szereteti az Istent, akit nem lát? Az a parancsolatunk is van tőle, hogy aki szereti az Istent, szeresse a maga atya fiát is. Amen. Ennek amúgy van egy kis értelme, nem? Tehát gondolkodjunk azon el, hogy én hiszek Jézusban. Nemrég olvastam ilyet a Facebookon, hogy 10 tévhit, amit a modern karizmatikus gyülekezetek tanítanak. Többek között az egyik, hogy sehol nem mond olyat a Biblia, hogy fogadd be Jézust a szívedbe. Sehol nem tanítja azt a Biblia, hogy kérd meg, hogy legyen az életed ura. Sehol nem tanítja azt a Biblia, hogy add át a szívedet Jézusnak. És egy fél mondattal próbálják alátámasztani, hogy miért nem mondja ezt sehol a Biblia. Valaki találkozott valami ilyesmi tartalmú sorokkal a Bibliában, hogy mégiscsak mondja azt, hogy tegyél vallást a száddal. Ugye? Az Úr Jézusról. Ilyeneket mondanak az emberek, és voltak még hasonlók. Volt egy-két olyan dolog, ami valóban megállja a helyét, amit tényleg nem mond a Biblia, és tanítanak ilyen modern gyülekezetek, de ezt is belevenni a közé, az eléggé szomorú, hogyha... De remélem, hogy nem hiszik el az emberek, akik ezt olvassák, hogy ilyen nincsen. De csak úgy a dolog kedvéért felolvasom akkor, hogy például hol mondja azt, hogy igenis hívjuk be a szívünkbe, igenis tegyünk vallást arról a hitről, ami a szívünkben. A Rómaiakhoz írt levél 10. fejezet 9-10-es verse ugye azt mondja, hogy mert ha a te száddal vallást teszel az Úr Jézusról, és a szívedben hiszed, hogy Isten feltámasztotta őt a halálból, üdvözülsz. Tehát, hogyha a száddal vallást teszel az Úr Jézusról, ami azt jelenti, hogy kimondod a száddal, hogy Jézus az én Uram. Vagy megkéred, hogy legyen a te Urad, és utána kimondod, hogy most már te vagy az én Uram. Ő nem lesz csak úgy a te Urad, hogyha kimondod, úgyhogy meg kell, hogy kérjed, hogy legyen a te Urad. Meg kell, hogy kérjed, át kell adnod az életedet neki. És igenis mondja ezt a Biblia. Több helyet is lehetne felsorolni, de nem ez a lényeg most. A Máté Evangélium 7. fejezetére lapozzunk még egy kicsit. Máté Evangélium 7. fejezet. Legalábbis azt hittem, hogy 7. fejezet, de mindjárt megtalálom. Vagy lehet, hogy nem Máté Evangélium. Egy pillanat. 7. fejezetre emlékszem, úgyhogy... Még van egy-két dobásom. Hát elbújt. Na, megvan. Nem erre gondoltam, csak ugyanez van valahol máshol. Máté 6.24. Megjöttem, lehet, hogy elkezdtem. Bocsánat, ott volt a Máté 7 mellett, csak nem vettem észre. Tehát, hogyha a Máté 6.24-et nézzük meg, azt mondta itt Jézus például, hogy senki sem szolgálhat két úrnak, mert vagy az egyiket gyűlöli, és a másikat szereti, vagy az egyikhez ragaszkodik, és a másikat megveti. Nem szolgálhattok Istennek és a mammonnak. Vajon Jézust érdekli-e, hogy mi van a mi szívünkben? Ugye tudjuk, hogy ő a szívek vizsgálója, de vajon ő csak az érdekli, hogy egyébként milyen dolgok vannak a szívedben, vagy érdekli azt, hogy te a szívedből szereted-e őt? Érdekli-e vajon Jézust az, hogy a feleségedet, a férjedet érdekli, hogy te szereted őt? Vajon sok minden érdekel, hogy mi van a pároddal, de valljuk be őszintén, ez a legfontosabb, hogy tudjam, hogy ő szeret engem. És neked is az kell, hogy legyen a legfontosabb, ha egy párkapcsolatban, vagy egy házasságban vagy, hogy a párod
tudja, hogy te szereted őt. Minden egyéb eltörpül emellett. Ez a legfontosabb. És Isten számára is sok minden dolog fontos, ami neked fontos, az neki is fontos, de hányan hisztek, hogy a ranglistán ez van az első helyen? Ő szeret téged, ez nem kérdés. Ő szeret engem, halleluja. És a következő kérdés az, hogy és én viszont szeretem őt? Ő a jó Isten, halleluja. Ő jótévő a gonoszokkal és a háládatlanokkal is. De mennyire örül akkor, amikor mi viszonozzuk az ő szeretetét. Amikor elfogadtuk, megismertük és elhittük Istennek irántunk való szeretetét, és úgy döntöttünk, hogy ha így szeretett bennünket Isten, hát mi is szeretni fogjuk egymást. Ugye? Az előbb azt akartam mondani, hogy ez logikus tulajdonképpen, hogyha Jézus jött él a szívembe, és innen kalandoztam el, hogyha Jézus itt él a szívembe, meg Jézus ott él a te szívedbe is, ha én téged szeretlek tulajdonképpen, mivel te egyé lettél Jézussal, egyé lettél az atyával, amikor téged szeretlek, kit szeretek? Tulajdonképpen Istent szeretem. Mert te és Isten egyek vagytok. Ha te szeretsz engem, és az én szívemben valóban ott él Jézus, és ő bennem lakik, és velem él, és mi egyek vagyunk, és egyé váltunk, egy szellem vagyok ő vele. Ha te engem szeretsz, kit szeretsz? Isten szereted. Ezért mondja a Biblia, hogy ha valaki azt mondja, hogy szeretem az Istent, de gyűlöli az ő atyafiát, nem az embertársát, az atyafiát, akinek Isten az ő atya, akiben ott él Isten, gyűlölöd azt, akiben ott él Isten, akkor hazug vagy, és nem szereted Istent. Mert ha nem szereted az atyát, fiát, akit látsz, hogyan szeretheted az Istent, akit nem látsz? Az a parancsolatunk is van tőle, hogy aki szereti az Istent, az szeresse a maga atya, fiát is. De ez logikus, nem? Tulajdonképpen teljesen érthető, hogyha én szeretlek téged, akkor tulajdonképpen szeretlek téged, de Istent is szeretem, mert ti ketten már egyek vagytok. Ugye? Hogyha Istent ki akarnánk hagyni az életünkből, és azt mondanám valaki, hogy te jöhetsz, csak Isten ne hozd. Hányan tudjátok, hogy ilyenkor azt kell, hogy mondjuk, hogy bocs, de akkor én nem mehetek, mert nem tudom kint hagyni. Ő nem tud kint maradni, mert én egy lettem, összeolvadtunk, egyé váltam vele. Nem tudom megtenni azt, hogy Istent kint hagyom az ajtó előtt, mert ő be fog jönni velem. És ha te őt nem akarod, akkor én is kint maradok, mert ő vele, mi én egy vagyok. Amen. Ő benned van. Halleluja. Ugyanezt a történetet írja le a Lukács evangélium 16, 10-es verstől, Lukács 16, 10-től, és így szól, hogy aki hű a kevesen, a sokon is hű. Amen. És aki a kevesen hamis, a sokon is hamis az. Ha azért a hamis mammonon hűek nem voltatok, ki bízná rátok az igazi kincset? És ha a másén hűek nem voltatok, ki adja oda nektek, ami a tiétek? Egy szolga sem szolgálhat két úrnak. Mert vagy az egyiket gyűlöli és a másikat szereti, vagy az egyikhez ragaszkodik és a másikat megveti. Nem szolgálhattok Istennek és a mammonnak. És most figyeljetek, Jézus mindenki szerette? Hallották pedig mindezeket a farizeusok is, akik pénzszeretők voltak és csúfolták őt. Jézus elmondott egy ilyen alapigazságot, hogy nem szeretheted Istent és a pénzt. Nem lehet a pénz a mindened, és közben azt mondod, hogy szereted Istent. És mivel ezek az emberek, akik farizeusok voltak, egy vallásos csoport volt, és ők pénzszeretők voltak. Pénzszeretők. Nem azt jelenti, hogy volt pénzük, hanem szerették a pénzt. Mit mond a Biblia? Minden rossznak a gyökere a pénz szerelme. Nem a pénz a baj, nem a pénz a rossz, nem a pénz a büdös, meg a csúnya, meg a koszos, hanem az, amikor azzal van baj, amikor én szeretni kezdem a pénzt, és abban azt kezdem Isten elé tenni, egy bálvánnyá lehet. És Jézust kinevették. Persze, nem lehet Isten meg a pénzt egyszerre szeretni. Ekkora marhaságot. Lehet, hogy ma is vannak emberek, akik azt mondják, miért? Hát nekem lehet pénzem, én imádhatom a pénzemet, és Istent is imádhatom, és ez teljesen rendben van. Jézus szerint? Jézus szerint nincs rendben. Valakitől ilyet hallottam, hogy Jézus soha nem mond senkiről rosszat. Nagyon sajnálom, hogy ezt az igét nem tudom még most pontosan, hogy hol van, ma láttam, több helyen is van benne a Bibliában. Jézus azt mondja, hogy nem gyűlölhetnek titeket,
de engem gyűlölnek, mert én megjelentettem nekik, hogy a cselekedeteik gonoszak. Mikor fel akart menni húsvétkor, vagy akarták a tanítványai, hogy menjen fel húsvétkor, de mondta, hogy még nem jött el az én órám, és nem ment fel velük húsvétre, akkor azt mondta, hogy nem gyűlölhetnek titeket, de engem gyűlölnek, mert én megjelentem, hogy az ő cselekedeteik gonoszak. Vajon mit csinált most ebben a pillanatban, amikor a farizeusoknak így ezt elmondta? És utána tovább ment 15-ös versbe, és azt mondta, és mondta nékik, ti vagytok, akik az emberek előtt magatokat megigazítjátok, de az Isten ismeri a ti szíveteket, mert ami az emberek között magasztos, az Isten előtt utálatos. A törvény és a proféták keresztelő Jánosig voltak, attól fogva Isten királysága hirdettetik, és mindenki erőfeszítéssel próbál bejutni abba. Könnyebb pedig a mennynek és a földnek elmúlni, hogy nem a törvényből egy pontocskának elesni. Lehetne így tovább menni, de igazából csak ezt szerettem volna. Halleluja. Kérdés az, hogy, és lehet, hogy erről még fogunk majd beszélni, hogy van-e egy vágy a szívedben afelől, hogy ha tényleg Isten ennyire szeret téged, hogy te is viszonozd neki. Hogy legyünk és váljunk egyre inkább Isten szeretőké. Amen. Hogy amikor tapasztaljuk és észreveszünk, hogy milyen jó az Úr, és tudod, néha az ember nem értékeli azt, amilyen van. Valaki hallotta már azt, hogy akinek van, annak adatik, akinek nincs? Valaki életében ez kezdett megnyilvánulni már? Volt valami, ez semmi, nincs semmim, se ez, se az, se amaz. De amikor elkezdik elvenni még azt a kicsit is, amire azt mondtad, hogy ez semmi, akkor rájössz, hogy hoppá, milyen nagy dolog volt az, ami volt akkor. Milyen csodálatos az, amikor felismerjük azt, hogy Isten a tenyerén hordoz bennünket. Hogy ő betölti a szükségeinket, hogy kérhetünk tőle, és meghallgatja az imáinkat, és ő ott van velünk mindig, és hogyha szomorúak vagyunk, hányan tudjátok, hogy én nagyon hálás vagyok Istennek, hogy ő a megtört szíveknek a gyógyítója. Halleluja. A pszichológusok segíthetnek, meg minden, sok mindent csinálhatnak, de nem tudják meggyógyítani a megtört szíveket. Egyedül Jézus tudja megtenni, és ő meg tudja tenni. Amen. Ha valakinek összetörték a szívét, ha valakit megbántottak, megsebzettek, lehet, hogy annyira fáj most, hogy úgy érzed, hogy soha nem leszel képes elfelejteni. De tudjátok, mit jó az Úr? És tudom, hogy ez nehéz lesz most elhinned, amit hallasz, de tapasztalatból tudom, hogy annyira jó az Úr, és annyira ő a megtört szíveknek a gyógyítója, hogy úgy be tudja gyógyítani a szíveden azokat a sebeket, amire azt gondoltad, hogy ez soha az életben nem fog elmúlni, hogy egy idő elteltével, amikor visszaemlékszel ezekre a dolgokra, úgy fog tűnni a számodra, mintha egy rossz álom lett volna, és még egy kis idő elteltével úgy fog tűnni neked, mintha ezt az álmot nem is te álmodtad volna, csak valaki mesélte neked. Annyira be tudja gyógyítani Isten ezeket a sebeket, hogy az hihetetlen. Hogy az emberek nem jön, hogy higgye, hogy ez tényleg Isten ennyire be tudja gyógyítani, és Isten a mester ennek. Úgyhogy bátorítalak abba arra, hogy bízzál benne. Hogyha tényleg összetörte valaki a szívedet, vagy megbántott mélyen és megsebzett, add át ezeket a gondokat neki, adjuk át ezeket a gondokat neki, és mondjuk azt, Uram, gyógyíts be a szívemet. És akkor ez legyen az utolsó igerész, amit megnézünk, a 23-as Zsoltár. Bocsánat. 23-as Zsoltár. Kár, hogy nincs most itt, hogy nem tudom, hogy a tabletomon megy-e a angol biblia. Van egy angol biblia fordítás, ami nagyon jó. Így a 23-as Zsoltárról, közben megpróbálom megnézni. És mit mond itt az ige, hogy az Úr az én pásztorom. Mondhatjuk együtt is, úgyis mindenki tudja. Mondjuk együtt, jó? Az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm. Fűves legelőkön nyugtat engem, és csendes vizekhez terelget engem. Lelkemet megvidámítja, a megigazultság ösvényeim vezet engem az ő nevéért. Még ha a halál árnyékának völgyén megyek is át, nem félek a gonosztól, mert te velem vagy. A te vesződ és botod, azok vigasztalnak engem.
asztal terítesz nékem az én ellenségeim előtt, elárasztod a fejem olajjal, csordultig van a poharam. Bizony jóságod és kegyelmet követnek engem, életem minden napján, és az Úr házában lakozom hosszú ideig. Halleluja! Halleluja! Nagyon gyorsan megkeresném. Kiderült, hogy a telefonomon is van ám Biblia. És gyorsan megnézem, hogy a King James-ben hogy is van. Most csak azért, mert hallottam belőle egy olyan részt, amit egészen máshogy mond az angol Biblia, és sokkal jobban visszaadja, mint a miénk, és kíváncsi leszek, ennek utána nézek majd, hogy hogyan az elej. Azt mondja itt például a 3-as versbe, ami nálunk úgy van, hogy lelkemet megvidámítja, a megigazultság ösvényein vezet engem az ő nevéért, azt mondja, hogy he restored my soul, hogy ő helyreállítja az én lelkemet. Ő helyreállítja az én lelkemet. He leadeth me in the paths of righteousness for his namesake. És a többi az ugyanaz. Tehát itt a lelkemet megvidámítja a helyet, például az angol fordításban az van, hogy helyreállítja, restaurálja. Helyreállítja, restaurálja az én lelkemet. Ez azt jelenti, hogy történhetnek dolgok a lelkünkkel. És Istennek gondja van a lelkünkre is. És helyreállítja. Itt azt mondja miénk, hogy megvidámítja a lelkünket. Amikor szomorú és elcsügged a mi lelkünk, akkor ő megvidámítja. De ha szükséges, akkor képes Isten arra, hogy helyreállítsa. Amen. Úgyhogy, ha szomorkodtál bármi miatt, nyugodtan higgyél benne, hogy ő képes arra, hogy helyreállítsa ezeket a dolgokat. Nem tudom, hogy kinek van itt problémája itt. Ez nem tudom, hogy mi itt. Nem a gyomorszája, a fölött, itt ezen a részen van valami. Van valami, akit meg akar gyógyítani az Úr, hogyha itt van közöttünk, nyugodtan gyere előre, és imádkozni fogunk. És van egy nagyon jó dal, ami a lelkünknek szól, és ezt énekeltük ma, de még fogjuk énekelni, hogy gyakoroljuk egy kicsit, és mondjuk ezt a lelkünknek, jó? És hogyha valaki szeretne imádságot, gyertek nyugodtan előre.